Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Lázár István, a Központi Kórház Intervenciós Radiológiai Osztálynak vezető főorvosát, akivel kétféle beszélgetést folytatunk majd az előttünk álló percekben. Egyrészt ez szigorúan szakmai beszélgetést az intradurális aneurizmáról, sikerült kimondanom. A másikat pedig, hát én nem is tudom, hogy hova soroljam, hiszen nem is olyan nagyon régen érkezett vissza Gána fővárosából, ahol egy műtéten vett részt, ennek a körülményeiről, mert hát azért nem mindenki kocog ki a világ másik végére egy ilyen nem kis veszélyen járó műtét elvégzésére. Na kezdjük az elején, kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen nem egy új keretű műtéti eljárásról van szó, akkor amikor az intradurális aneurizmáról beszélgetünk, de vázoljuk, hogy mit jelent ez tulajdonképpen. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban ezt a e az, hogy intradurális, az egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy koponyán belüli. Tehát, hogy csak mi ugye megkülönböztetünk a kemény agyhártyán alatti, hiába van a koponyán belül, az mégsem az agyba vérzik, tehát azok kevésbé veszélyesek, és vannak azok az aneurizmák, amik ugye bent vannak a kemény agyhártyán belül, és értelemszerűen a megrepedésük életveszélyt jelent. Ezek, ez utóbbi az intradurális aneurizma, ami elég gyakori, betegség Magyarországon. Maga az aneurizma az tulajdonképpen az én olvasatomban, nem tudom, jól értelmezem, azt jelenti, hogy ezen az éren lévő kibolytosulásról van szó, annak a, tehát az érfaj gyengesége miatt van egy ilyen elváltozás, ugye, és emiatt alakul ki, és borzasztó veszélyes, mert ha ott vérzés következik be, akkor, akkor akár halállal járhat. Pontosan, tehát a, az alattomossága a legrosszabb benne az, hogy általában teljesen tünetmentes, és a megszokott stroke eseményekhez képest fiatal korosztályt érintő betegségről van szó, tehát 20-30 éves emberek hirtelen halálának a leggyakoribb oka egyébként. Na most ez érfal gyengeség, <laughs> vagy elvékonyodás, vagy mivel hozható összefüggésbe? Genetikaiak meghatározhat egy, egy bizonyos szintig, az érfal egy rugalmas rétege hiányzik, emiatt ugye az évtizedeken át tartó emelkedő vérnyomással nem tud lépést tartani, elgyengül egy helyen, általában egy érelágazódásban, és ott elkezd növekedni, dudorodni egy kis ilyen kis mazsola szemnyi valami, ami, ami aztán az életkorral nő tovább, is miután ugyanabból az anyagból fúvódik föl, mint egy lufi, egy idő után az, az elgyengül a fal, és elreped el, egy nagyobb erőkifejtés, egy, Sok egy, és bár, bármi esetleg? egy magas vérnyomás, kiugrás, vagy, vagy éppenséggel. De nincsenek tünete, nincs, ennek tüneten, nincs? feszítő érzés például? Semmi, semmi. A legtöbb beteg, amikor már lehet vele beszélni, tehát mondjuk a vérzést és a műtét követően már ismét önmaga, akkor mikor mondom hogy mi történt vele, akkor azt mondja, hogy ő neki agyvérzés, hát hát soha életében még a fejese fájt. Tehát okay. ez a ez a legalattomosabb benne. Ugye a sok sok fejfájós beteg ugye állandóan ezen aggódik, hogy jaj mi van a fejemben? Ezek a betegek nem aggódnak, mert mert nem mert fáj nem. nekik semmi, hanem egyszer csak jön és kész. Viszont akkor a betegek 15-20 a helyszínen életét veszti, és egy másik hasonló számban maradandó sérülések maradnak vissza. Ilyen, hogy beszédzavar, meg mozgás koordináció. Pontosan. Tehát akkor nyilvánvalóan nem csak az a nagy veszélye, hogy a vérzésen indul, hanem az is, hogy hol helyezkedik el, hol található, igen. ugye? Abszolút. Tehát ez ez meg az anatómiája, a formája, hiszen néha találkozunk egészen elkeserítő, szituációkkal, amikor, amikor szinte, szinte kezelhetetlen a, az aneurizma, nem egy ilyen kis bogyó, ami oldalra kitüremkedik, hanem az egész ér fuvódik fúvódik föl egy szakaszon, amivel ugye borzasztóan nehéz mit kezdeni, az úgynevezett orsó vagy fuziformis, orsó alakú vagy fuziformis aneurizmák, ezek, ezek különösen veszélyesek, de szerencsére, szerencsére ritkábbak, mint a többi amik egész jól kezelhető. Itt borzasztó gyorsan kell dönteni, ugye, meg nagyon-nagyon gyorsan kell kideríteni, hogy hol, milyen formában fordul elő, egyáltalán mit tudnak tenni. Szerencsére ez, ez, ez ma már azért nem probléma, tehát a, a, beérkező beteg, hogyha vérzéssel érkezik valaki, akkor rögtön ugye CT-re kerül, és a CT-n egy nagyon jellegzetes vérzés típus látszik, amiből már következtethetünk arra, hogy Keresni kell a hátterében egy aneurizmát, és akkor csinálunk egy olyan úgynevezett CT-angiográfiát, egy kontrasztanyagos vizsgálatot, ahol háromdimenzióban ö, le tudjuk képezni a, az a gyereket, és gyakorlatilag egy noninvazív, azonnali vizsgálattal meg lehet mondani, hogy pontosan mekkora és hol van ez, és milyen alakú, és kezelhető ö, katéteresen, vagy csak, ö, vagy nem például, hát ugye ez is, ez is egy fontos És egyszerre szempont. szempont. ez történik, nyilván ez, ez, a ez egy, egy, igen, ez egy one shop stop, one stop shop, igen, tehát mindent egyszerre látunk, megtudunk, a, a, másik probléma az, hogy mi, mi történjen a beteggel, hiszen Ezt hogy e, ugye nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen állapotban kerül be, tehát milyen klinikai állapotban van, milyen társbetegségei vannak, milyen az anatómia, van-e olyan roncsoló vérzés, amit sebészileg ki kell üríteni, vagy elegendő csak az aneurizma kitöltésével, vagy, vagy megoldásával megelőzni az újabb vérzést, és hagyni, hogy felszívódjon, ami már megtörtént. Ez a szerencsésebb eset, mert ugye akkor nem kell például koponya lékelés, hanem ezt katéteres úton megoldható. A fiatalok nagyobb eséllyel számíthatnak a teljes gyógyulásra, ugye? Hát már csak a ruganyos, ér ruganyossága miatt, meg egyáltalán a társbetegségek előfordulása miatt gondolom, mert nyilvánvalóan egy fiatalabb szervezetnél kevesebb társbetegség van. Ö, ez, ez, ez sajnos, sajnos nem egészen így van. Tehát ö, ö, nem, ott már nem az számít, hogy kinek milyen ruganyos az érfala, hanem hogy mekkora volt a vérzés sajnos a fiataloknál, a vérzés az általában erőteljesebb, roncsolóbb, miután általában nagyobb erő kifejtés közben zajlik, és emiatt veszélyesebb. Egy idős embernek megrepedő aneurizmája az viszonylag nem szokott nagyot vérezni, ahogy úgy mondjam, egy idősödő agy mellett, ugye kicsit sorvat agy mellett van hely is a vérzés számára, az a fiatal Szervezetben ez nem nagyon van. Itt pont fordít van, pont fordítva van? Pont fordítva van, igen. Pont fordítva van, és, a, és nem beszélve arról, hogy ugye a, a fiatalabbak, esendőbbek az úgynevezett vérzés utáni agyérgörcs jelenségére is, ami, ami szinte a legkritikusabb pontja ennek a betegségnek. Tehát rendszerint jó eredménnyel tudjuk kezelni magát a zsákot, az aneurizmát, hogy az ne repedjen meg újra, ne okozzon újabb vérzést, Viszont a már kialakult vér vérfelszívódások közben nagyon súlyos érgörcsöt okozó anyagcsere melléktermékek képződnek, és ez ez a mai napig az egyik legneuralgikusabb kérdés ebben a betegcsoportban. Sokat változott a kezelés módja, ugye, az utóbbi évek során? A katéteres kezelés az nagyon sokat változott. A sebészi az szerintem olyan rettenetesen sokat nem, tehát ugye ez a két fő lehetőség van, hogy kinyitják a koponyát, mm. és a nyakára tesznek egy kis klippet, a sebész kollégák, az idegsebész kollégák, vagy, vagy pedig mi próbálunk ezzel valamit csinálni. Erre az utóbbi néhány évben szinte megszámlálhatatlan sok új eszközt fejlesztettek ki, és és új irányt is vett ez a, a kezelés legkifejezettebben az úgynevezett áramlásmódosítók megjelenésével. Ez a véráramlás befolyásoló. Igen, tehát be... a, egy, egy, egy filozófélag új megoldás, nem nem kitömjük a zsák belsejét, tehát ugye mint egy ö, megakadályozva, hogy oda vér jusson többé, hanem a szülőérbe, amiről kiindult ez az aneurizma, ez a kis kiöblösödés, azt ö, gyakorlatilag megszenteljük egy olyan sűrű fonatú, ö, Protézissel, ami e, egyszerűen nem engedi már, csak nagyon-nagyon lassan beszivárogni ebbe a zsákba a vért, e, és, és az ott egy spontán rögösödés, egy spontán trombózis, spontán gyógyulás következik be az esetek jelentős részén. Milyen gyakori az előfordulása egyébként? 100 ezer betegre, betegre 12 átlagosan per év. Tehát ugye azért ebben a régióban ez, ez közel száz beteget jelent évente. Ebben a régióban ezt a betegséget, mindetőleg ennek a betegségnek a műtéti gyógyítását megismerhette az ön egykori kollégája is, Alexis, ugye? aki Gána fővárosában dolgozik, de sok éven át itt volt a központi kórházban, és ennek a kapcsolatnak köszönhetően ö, volt ki néhány héttel ezelőtt dr. Lázár István egy ilyen műtétel végzésére? Igen, egyértelmű. A kapcsolata az egyébként sokkal mélyebb, mint szakmai, de majd erről beszélünk. A zene után. Uh -huh. Mindjárt Folytatjuk lesz. a beszélgetésünket dr. Lázár István főorvosúrral. Most áttesszük a műtő színhelyét egy kicsit odébra. Gána fővárosába, Akrába végezte el március közepetáján ezt a 16 műtétet, amiről mi tulajdonképpen beszéltünk a zene előtt. Hát hogy is került ki oda? Ez egy hosszú sztori, ahogy, de ha rövidre akarom fogni, akkor az a lényege, hogy nekem van egy régi kapcsolatom Gánában egy évfolyamtársam az egyetemen, akivel együtt szakvizsgáztunk ő is. Alex? Alex Akotó Jeboa, igen, egy, egy kiváló gánai radiológus, aki 40 éves koráig itt dolgozott, tehát 2000-ben ment haza. Amikor uh, még itt a klinikai és intervenciós uh, centrum működött, még itt volt? Igen, tehát igen. megtanulhatta igen. itt azokat a Abszolút, abszolút, igen. Bószereken. Tehát ő, ő egy kiválóan képzett radiológus volt, hát a családi okokból hazament, aztán, és akkor hát tartjuk a kapcsolatot olyannyira, hogy, hogy meghívott a, a esküvői tanuljának 2003-ban, amikor otthon már megházasodott, és akkor én voltam a tanúja, én pedig visszahívtam a következő évben a sajátoméra, igen, igen, tehát hogy ez így. ez egy így nagyon szoros kollégális kapcsolaton túlmenő. Túlmenő, barátim, így van, és, és a, hát mint radiológus ugye kapcsolatba került egy beteggel, annak a családjával, aki, akiről látta, hogy hát egy súlyos szubaraknoidás vérzés, egy aneurizma megrepedéséből származó baja van, és kérdezték tőle, hogy hát mondjon már valamit, hogy mit lehet csinálni, és mondta, hogy hát neki van egy cimborája, aki ezt ilyeneket reggelizik, csak hát ugye pár ezer kilométerrel odébb van. És akkor jött az ötlet, hogy akkor miért nem hívnak meg engem oda, hogy elvégezzem ezt a műtétet. Na De doktor úr, bocsánat, hogy közbevágok. Hát ha van egy ilyen uh, Gigszer, egy ilyen betegség, ott nem azonnali beavatkozásról van szó? Ez nem olyan, mint a, az isimilás strók, tehát a, az agy uh, Itt Itt a műtét optimális időpontja az az első 72 óra. De hogyha az alatt nem sikerült valamilyen oknál fogva ezt megszervezni, akkor konkrétan ugye ez azok az volt, hogy Gánában ilyen kezelés nem volt még soha. Tehát egy 28 milliós országban ilyen műtétet nem csinált még senki. És emiatt ugye akkor van egy úgynevezett halasztott időszak, amikor az előbb beszéltem arról, hogy van ez az érgörcsös állapot. Igen. Az, az általában két hét után lezajlik, meg. nem, nem, addigra, addigra meg, lezajlik, és addigra a beteg ismét többé-kevésbé jobban van, és az a, az a másik optimális időpont a kezelésre. De itt is csak gyorsan kellett dönteni, Persze, tehát, ez, nem nagyon volt itt idő. Itt a gyorsaság az volt, hogy azt hiszem, jól emlékszem, március 9-én hívtak, hogy egy hete vérzett egy beteg, tehát már a 72 órából ugye kim voltunk, akkor már csak az maradt, hogy jövő hét, Igen. E, az pedig pont március 15-re esett, amikor családi programot tervezve ott nem vállaltam semmit, és pont volt alkalom arra, hogy kirepüljek, megcsináljam a műtétet, és hazajöjjek. Hasonlítsuk már össze az ottani lehetőségeket, miénkkel. Hát égés föl természetesen, már csak azért is, mert konkrétan nincs olyan berendezés, ami erre igazából alkalmas lenne. Tehát egy röngen műtő kell ehhez a típusú beavatkozáshoz. Ami Ennek ott, ami ott nem állt rendelkezésre. Engem? Hát nyilván elég, elég komoly alkudozás indult, hogy akkor hol lehetne, mint lehetne. És hát van, van egy olyan műtő akrában, ahol intervenciós kardiológiai beavatkozásokat csinálnak, tehát szívkatéteres műtéteket, ami rokon szakmánk, és pont azon a gép, a PEN volt egy olyan szoftver is, amivel többé-kevésbé biztonságosan ezt el lehetett végezni. A beteg nem volt szállítható, nem volt más esélye. Ki Meg volt a beteg egyébként? Férfi Egy 66 nő? éves hölgy, egy, egy idősebb hölgy, egy nagyon kedves család. Életébe került volna, ha ezt a műtétet nem végzik el? Azt vagy legalábbis? Az teljesen biztos, Az teljesen biztos. Tehát ezt nem nagyon szokták a betegek túlélni, hogyha újra megreped, több mint 70 a második vérzés halálozása. És akkor kezdődött az, hogy jó, de akkor tudunk-e ott altatni, vannak-e megfelelő gyógyszerek, túlnyomásos infúziók, minden, ami steril dolgok, és akkor ezek mind rendelkezésre álltak, az eszközöket pedig részben én vittem magammal, ami, ami olyan hiperspecializált volt, úgyhogy volt olyan cég, aki ezt bevállalta, ennek a rizikóját. hogy. hogy... Milyen él? Együttműtöttek, ugye? Már ez egyedül isten igazából úgy, te, úgy szerettem volna, hogy, hogy ö, ott ö, majd a, a fiatalabb kollega, ö, tehát nem Alex, nem ez a barátom, aki, aki ott dolgozik, Meg, igen. hanem egy másik, egy fiatal fekete fiú, és ő, ő, őt akartam okítani, de valójában a, a körülmények ezt nem tették lehet, hogy annyira nehéz volt ez a, a, a típusú műtét, hogy ezt még nekem is, hogy úgy mondjam, nagy, nagy megerőltetés volt jól ügyesen megcsinálni, nem hogy, nem, hogy egy teljesen kezdő, szóval az, az esélytelen De sikerült minden, Úgyhogy végülis ezt most én csináltam, de de a legközelebb már reméljük, hogy tanítani fogom. Mit tud a beteg állapotáról? Menni Jó, gondol, otthon, otthonában van, családja közé, körében, hát ugye neki is létrejött ez a spazmus jelensége, és emiatt a bal keze egy picivel gyengébb, mint eddig volt, de tehát önellátásra képes Ő tudott képes mindenről, lesz. ami körülötte zajlik, vagy olyan igen, állap... igen, igen, igen. Nem volt éppen a legfittebb, hogy úgy mondjam, de, de egyébként tudomást vett a környezetéről, most meg már teljesen jól van. Mennyire gyakori az ilyen meghívás az önéletében? Hát műtétre azért nem oktatásra szoktak hívni ide-oda, hogy, hogy tanítsak ezt, vagy azt, vagy valakit. Az, hogy elvégezni műtétet, hát az, az talán ez volt az első, már csak jogi okokból is, mert ugye ez nem úgy működik, hogy csak úgy mondjuk az ember. Európában, Ázsiában, hogy oda megyek és ott dolgozok, hanem hát ugye valami papírt kell mutatni. Ez, ez itt Afrika, tehát itt azért ez a dolgok egyszerűbbek, hogyha az ember barátja ismeri a minisztert, meg a nem tudom mit, akkor úgy valahogy ezen átsegíti a, az élet. Hát jó emlékezni minden esetre az ilyenre, nem? Abszolút hatalmas élmény volt. Hatalmas élmény és, élmény, és, szerintem azért az a kórház hírnevét is öregbíti, mert az ilyen műtéti eljárások, hát most csak belegondolunk, hogy barátságnak, itteni kapcsolatnak, sok-sok véletlennek köszönhető, hogy ez az attraktív műtét létrejött. Igen, hát mi ezt terveztük már, ahogy említettem, 2003-tól, Alexel, hogy majd Közös megyek itt? ki, és segítek, tanítok. Volt is itt egy gárnai kollégája egy hónapig nálam tanulni, de ő mindig arra várt, hogy majd ha feltételek engedik. Ez meg valahogy sose akart bekövetkezni, ugye a megfelelő gép nem került oda, stb. És, és most jött úgy egy olyan állapot, ami Amire? Például egy ilyen műtét az lendít az ottani dolgokon? Mert ugye összehasonlította, hogy mennyire más infrastruktúrával rendelkeznek, de egy ilyen műtét, mert ha hírem megy, és gondolom, hogy hírem ment ott is, az mindenképpen pozitív irányba kellene, hogy befolyásolja. Abszolút. Tehát a, egy, egy vulkán ezt tudnám mosolni, tényleg másnap legalább egy, 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 rektorral, egy miniszterrel, meg egy kórházigazgatóval beszéltem többek között, ahova elcibáltak, hogy erről meséljek, és hogy mi kell, és hogy, hogy, hogy hogyan tovább. Tehát ott nem is nagyon ismert Se, Ez abszolút, abszolút nem. Abszolút nem. Tehát, hogy ez... a, a, betegről, nem annélkül, hogy én itt orvosi titoktartás megszegésére biztogatnám, hogy, 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 hogy ki volt azon kívül, persze, hogy 60 Persze, persze egy, egy ugye, rengeteg magy, gánai orvost tanult külföldön, és ez egy pozsonyban tanult gánai orvosnak a nővére volt. Aki imába foglalja az ön Igen. nevét. Meg gondolom a Lex nevét is, mert másképp nem jött volna. Hát hasonló sikeres műtéteket kívánok meg, hogy minél több helyen terjessz el ezt a módszert, ami még mindig unikumnak és ritkaságnak számít ebben a világban, és életeket menthet. Köszönöm szépen dr. Lázár István főorvosnak a beszélgetést aki az intervenciós radiológiai osztályvezető főorvosa, és a aneurizma műtéti eljárásról beszélhettem vele, no meg erről a gánai brapúros műtétről. Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.